Megkezdődött a síszezon mind az 5 hazai hóágyúszható pályán. Hála Istennek, mehetünk síelni, én már valószínűleg ehhez öreg vagyok, nem fogok menni síelni, de nagyon sokan érkeznek Mátra Szent Istvánra, a Kékestetőre pedig többen túrázni indultak. Mi is ott voltunk, mutatjuk, hogy mit láttunk. Vasárnap reggel már nyitáskor sokan álltak sorba azért, hogy síelhessenek a Mátra Szent Istváni síparkban, ahol 10-ből már 9 pálya várja a téli sportok szerelmeseit. Volt olyan, aki felnőttként ismerkedett meg ezzel a sporttal, és azóta igyekszik csiszolni a tudásán. A gyerekeim az iskolába, sítáborba jártak, és elmentem velük, és a pedagógusok voltak olyan kedvesek, hogy próbálkoztak velem is. Még nem tanultam meg, de szeretek síelni. Sokan gyerekekkel érkeztek a síparkba. Azért választottuk, mert kislányom most tanul síelni, és itt volt lehetőség, hogy oktató keretében jól megtanuljon síelni. Én már gyerekkorom óta síelek, de amúgy is a Mátrában nőttünk fel, úgyhogy szeretjük ezt a helyet. Az elmúlt napokban a pályákat hóágyúzással tartották karban, így alkalmasak a síelésre. Erre a hétvégére gyakorlatilag az összes olyan sípálya megnyitott, amely hóágyúzható, az átlagos hóréteg 50-80 cm, és gyönyörű napsütésben lehet csúszni. Ezt szerintem sokan ki is használják, mert az esti sízések is péntek-szombaton viszonylag nagy létszámmal teltek. 10-ből 9 pálya működik, és emellett 6 felvonót lehet használni, működik a 4 ülőszékes panorámalift, és a síoktató teraszúinkon is működnek a köteles liftek, valamint a mozgójárdák. A legnépszerűbb pályánkat most nyitottuk meg, ez az egyes piros-fekete pálya. A hétvégén nagyon sokan kezdték el használni, ugyanilyen jónak mondható a piros 3-as pályánk is, és a síoktató teraszon pedig folyamatos az érdeklődés. Ott olyan könnyű pályák vannak, ahol az első lépéseket, az első csúszásokat megtehetik azok, akik szeretnének megtanulni síelni vagy snowboardozni, mert nagyon fontos, hogy mind a kettőre van oktatónk, és természetesen akinek nincsen felszerelése, azt tudnánunk a kölcsönzőben kivenni egy. Az ország legmagasabb pontját is sokan választották hétvégi kikapcsolódásként, a téli sportok szerelmesei pedig a tampáját használhatják síelésre. A napsütéses időjárásnak köszönhetően sokan választották az ország legmagasabb pontját a Kékestető túrázásra, a kirándulók mellett pedig családok is érkeztek a gyerkőcökkel közösen, és természetesen a szánkók sem maradhattak otthon. A sípark üzemeltetője televíziónak elmondta, ha az időjárás engedi, akkor még januárban megnyitják a 400 méteres pályát a Kékestetőn.